Sziasztok, The simsology vagyok, és folytatjuk a kritika sorozatunkat a Sims 4 Laundry Day Stuff Pack gameplay funkcióival. Ugyanis megszokhattuk, hogy a Stuff különböző új gameplay elemeket is tartalmaznak az új cuccokon kívül, azonban az eddigi Stuff nem voltak annyira említésre méltó a gameplay szempontjából, hiszen nagyon-nagyon kevés új funkciót kaptunk velük, viszont a Laundry Day Stuff Pack teljesen más, ugyanis most már tudunk mosni, és rengeteg minden van, amit meg kell mutatnom nektek, és már egyszer felvettem ezt a videót, de sajnos egy csomó mindent kihagytam, mert egyszerűen nem tudtam mindenre gondolni. Egyébként minden információ, amit tudok, az a livestreamből van, a hivatalos livestream, livestreamből, amit nem tudok kimondani, és azt a Sim Group csináltak, vagyis ennek a játéknak a készítői, úgyhogy elmondtak mindent, amit tudni érdemes. És most elmondok én is mindent, amit tudni érdemes, legalábbis remélem. Ugyanazt a csaláskódot használtam, amit ők. Elmondom nektek, mert úgy is megkérdezitek a kommentekben. Beírtam, hogy testing cheats true, és a shift gombbal rákattintottam egy adott tárgyra, például egy ruhadarabra, és akkor ott előjöttek különféle csalás módok, illetve csalások, hogy hogyan lehet megváltoztatni a dolgokat. És bizonyára mindenki kíváncsi, hogy milyen a szennyes a Sims 4 négyben. <laughs> Na jó, nyilván nem ez a legfontosabb dolog, de így néznek ki, és a ruhahalmazoknak különböző állapotai vannak, mind illatot, mind szárasságot, és állapotot tekintve. Az állapot alatt értem azt, hogy nagyon koszos, használt, ugye így megyünk sorba, ez a nagyon-nagyon koszos, ez a használt, ez a tiszta, tehát az ilyen normál. Ez a... Nem, ez a tiszta, ez micsoda. Várjatok. Jó, ez a nagyon koszos. Ez a kicsit koszos. Ez a használt, ez a tiszta, ez pedig a frissen mosott, nagyon nagyon tiszta, szóval ami kijön a mosógépből az ilyen, és illatot tekintve van a nagyon illatos, finom öblítőszagú, amit valószínűleg azzal lehet elérni, hogyha a mosógépbe virágokat rakunk, ugye az egy jó dolog, legalábbis a Sims 4-ben, én speciál nem feltétlenül raknék a mosógépbe virágokat, de ez már részletkérdés, illetve van büdös, ami körül legyek száldosnak, ezt akkor érhetjük el, hogyha kaját rakunk a mosógépbe, és határozott meggyőződésem, hogy ahhoz öm, az kell, hogy a mischief szintetek, vagyis ez a kis öm, Hát magyarul nem tudom, Ö, nem kérem a free írbácokat. Szóval az a jártasságotok legyen magas, és akkor azt hiszem sikerülni fog a kis csíny. Illetve itt megmutatok egy nagyon nedves ruhakupacot, ez a teljesen vizes. Ennek is több fajtája van, most nem mutatom meg az összeset. Van egy kicsit vizes, nagyon száraz, illetve van, amíg még meleg, különböző. Fajtái vannak, viszont ezek kombinálhatók. Tehát, ahogy látjátok, ez a ruhakupac például használt és nagyon vízes, de ez használt, száraz, viszont illatos, szóval ennek a három állapotnak a bármilyen kombinációja előfordulhat. Túl hosszú lenne ezt most mind bemutatni nektek, de remélem, hogy el tudjátok képzelni. Úgyhogy haladunk is tovább, és megnézzük mi újság a mosógépekkel, illetve a szárítógépekkel. A nénim itt most éppen megszárította a ruháit, úgyhogy ki is vesszük. Mondhatjuk neki azt, hogy szedje ki a ruhákat, és csak úgy tegye le. Illetve azt is mondhatjuk, hogy szedje ki, és tegye le a ruhákat a szekrénybe. Direkt vettem szekrényt, hogy erre lehessen módunk, de én nem akarom most, hogy elrakja, úgyhogy azt mondom, hogy csak tedd ki. És akkor elvileg lerakja ide a pultra szépen összehajtott tiszta ruhákat, amik valamiért még nedvesek. Miért? Hm. Minden esetre én azt mondtam neki, hogy szárítsa meg, és amúgy ez a szárítógép, és elvileg lement a program, de akkor gyakorlatilag nem. <laughs> Na mindegy. Szóval nem szabadna így folyni belőlük a víznek. De ezt a bakit most uh, megbocsájtom a szímemnek. Na de se baj. És azt kell tudni a mosó és szárító gépekről, hogy ugye így egymásra rakhatók, és ezen kívül egymás mellé is tehetőek, hogyha gyerek van a háztartásba, és gyerekkorú rabszolgákat akarunk Alkalmazni, akik végzik a mosást. Akkor érdemes egymás mellé tenni őket, hiszen a gyerekek még alacsonyak és nem érik fel a felső gépet, tehát ők kizárólag az alsót tudják használni. És egyébként ezek nem pultba építhető gépek. Ezre azért kellett sort keríteni, illetve azért nem lehetett sort keríteni arra, hogy pultba építhetőek legyen is legyenek, és jobban beépüljenek a környezetükbe, mert akkor nem lehetne így egymásra rakni őket, és szerintem így jobban jártunk, hiszen az apartmanokban, a city livingben nem feltétlenül van sok-sok helyünk, ahova eltehetjük ezeket a gépeket. Hát szárító kötelünk meg semmiképpen nincs az apartmanokban, legalábbis ilyen kültéri. Úgyhogy jó ez így. Egyébként a legfontosabb dolog, hogy legyen a háztartásunkban az, ez a kis kosárka. Ugyanis ebbe gyűlik a szennyes ruha, és azt kell tudni róla, hogy ez egész telken működik, bőven elegendő egy darab szennyes kosár. Nem kell minden szobában, mint a Sims 3 viszont, hogyha olyan szimetek van, aki rendetlen, vagy lusta, mint például ő itt, akkor, hogyha lecserélitek a ruhátokat, ilyen kis kupacot hagy maga alatt, ugyanis ő nem viszi el idézőjelbe a kis szennyes tartóig a ruháit. De egyébként mindegy, hogy hol vagytok a telken, hogyha ruhát cseréltek, akkor oda belehullik az összes ruha abba a kis kosárba. Remélem figyeltétek, mert látszott az animáció. De megmutatom, még egyszer nézzétek a kosarat. Tehát, hogy látszik az animáció, ahogy belehullanak a ruhák, és egyébként szépen telik is meg a kosára, hogy egyre több ruha kerül bele. És igazából a mosógépekről és a szébrító gépekről nincs semmi extra. Annyit kell még tudni ilyen factként, hogy nagyon hangosak és mozognak, miközben működnek, de ezt lehet javítani azzal, hogyha magas a Handy Desk címnek és van egy pár ilyen kis alkat része, akkor feljebb javíthatja a teljesítményét a mosó és szárítógépnek. És például a macskák fel tudnak ugrani ilyen állapotban is a mosógép tetejére, és így is lehet rá pakolni dekorációt, ahogy én ott meg is tettem. Illetve amikor csak így egymás mellett vannak, akkor is a macskák előszeretettel rohangálnak ezeken, illetve amikor rezegnek, azt is nagyon szeretik, és rajta ülnek, nagyon aranyosak. Illetve a másik fennfekt, hogy a szárítógép az kétféleképpen is meg tudja ölni a színeket, és ez az egyetlen ilyen tárgy a SimSZ4-ben, ami kétféleképpen is öl. Egyrészt, hogyha áramlik, és a szímen neki el megjavítani, úgyhogy nem túl jártas az ilyen dolgokba, akkor megrázza az áram és agyonüti. Illetve, hogyha nem takarítjuk a kis valószínűleg szűrőjét, <laughs> de nem néztem utána, hogy mit jelent a Lint. Mindegy, hogyha ezt nem takarítjuk ki, akkor bizony működés közben ki fog gyulladni a szárító, és a szimet halára ég, vagy ha magát, akkor nem feltétlenül. <laughs> Úgyhogy erre érdemes odafigyelni. Elvileg 20 darab mosás után, illetve 20 darab használatba vétel után következik ez be. Reméljük nem kerül sor rá, hogy ilyen sokat mossak most itt a szimekkel. Ennyit kell ezekről tudni, illetve még mindig eszembe jut valami, akár leszeretném lesz zárni a mosógép témát, eszembe jut valami, most például az, hogy ugye tudunk bele ételt, illetve virágot rakni, és egyébként ott a kis lámpa mutatja, hogy most jó dolog van benne, vagy rossz van, egy ilyen kis hal lámpa, és hogyha az ég, akkor büdi lesz a ruha, hogyha pedig egy virág lámpa ég, akkor pedig jó illatú lesz a ruha. Illetve egyéb csinyeket is vég véghez lehet vinni vele, például, hogy túl sok mosóport rakunk bele, és akkor mindenhol ömleni fog a szappan, meg ilyesmi tökmenő. De elvileg uh, ahhoz is kell jártasság, úgyhogy ezt most nem fogjuk nagyon ellenőrizni. Nézzük meg, hogy uh, hogy lehet kint mosni. Um, Kint is lehet mosni lavorban, mint ahogy nagyanyáink szoktak régen. Meg is... Jaj, de előbb megmutatom. Mielőtt még kimosom az összes ruhát, meg lehet nézni a zsebeket, és találhatunk egy csomó szimoleont, extra szimoleont, ami kiváló pénzkeresési lehetőség, úgyhogy a Rex is sorozatomban erre majd sort fogunk keríteni. Ó, 19 Simonon talált emberünk, mint tök király. Átlagban ilyen tizet szoktak, van, hogy kevesebbet, van, hogy többet. És egyébként ez tök jó, hogy így hozzáadták a játékhoz, mert nagyon-nagyon fontos, hogy ellenőrizzük a sebeket, mielőtt mosunk, mert tudom, mennyire irritáló, amikor mondjuk egy zsebkendőt kimosunk a ruhákkal, és utána több millió kis apró sepi darabot valahogy le kell varázsolni a tiszta ruhákról. Hát igen, az egy szomorú történet. Na de se baj, mossuk ki ezeket, mondjuk a lavorban. Miért teszed le? Most ki a lavorban. Úgy ügyes vagy. Másodszorra csak megértetted, hogy mit szerettem volna mondani neked. Na. Mindjárt meg is nézzük, hogy hogy működik ez az animáció. Egyébként nagyon vicces, hogy egy zöld Ruha fog mosni, és úgy fog kinézni, mint egy uborka. Nézzétek. Vagy, vagy egy cukkini, vagy valamilyen hatalmas zöld zöldség. Egy éretlen tök. Vagy bármi hasonló. <laughs> Na mindegy, így szépen mosogatja a ruhát, és egy csomó ideig eltart. És az az érdekesség, hogy egy minimális, tényleg nagyon minimális, nézzétek, csak mennyire megy föl, fitness jártasságot kap érte. Tehát az fejlődik közben, hiszen egy, egy elég komoly fizikai munka egyébként a való életben, ha belegondoltak, és jó, hogy erre is figyeltek. Viszont, hogyha nagyon sokat mosatjátok a szimeteket egy ilyen kis lavorban, vagy nem, szóval, nagyon sokat használjátok a lavort a simetekkel akkor negatív hangulati jelzőket is kaphatnak, mert kiázik a kezük, és annak nem örülnek, és nagyon-nagyon sok új hangulati jelző van Egyébként például itt van most a játékos, mert meleg a ruhájuk még, tehát hogy frissen mosott ruhában vannak, és annak tökre örülnek. Viszont, hogyha nedves, vizes ruhát kapnak, akkor mérgesek lesznek. Öm, és hogyha ilyen pozitív hangulatjelzőt kapnak, akkor mondjuk ez a playful nem is tart sokáig, de a livestreamben, mint hogyha ilyen több órás pozitív hangulatjelzéket is kaphattak volna a szimek, illetve vett több naposat, ami nagyon király. Úgyhogy ez jó. Van még valamilyen, hogyha koszos ruhát vesznek fel, mert mint hogy így azt rakatom el velük a szekrénybe, akkor rosszul érzik magukat. Na, most ki most a ruhákat, ott eresztett egy csomó színt. Azt mondjuk neki, hogy rakja ki ezekre a kis szárító kötelekre. És annyira aranyos ez az animáció. Tök jó, hogy így nem csak egy darabot rak föl, és akkor az összes tehát így az egész betelik, mint ahogy egyébként a régebbi Sims játékokban volt, hogy csak oda megy, csinál valamit, és akkor az egész Örülök, hogy egy kicsit részekre bontottak, de mégsem tart évekig, és nem kell végignézni, hogy az összes ruhát egyesével feltezi. Szóval számomra ez optimális megoldás, és ahogy látjátok, itt csöpög a ruhákból a víz, és egyébként 12 óráig kell szárítódniuk a kötélem, tehát nagyon-nagyon sokáig itt vannak. Ezek a csöpögő vízek azért jók, mert hogyha megvannak a Cats and egészítő, akkor a macskák ide tudnak jönni, és paskolgatják a vízcseppeket, illetve megpróbálják elkapni őket, és rettentően aranyosak. De most hagyjuk is itt ezeket, mert még van pár infom, például ezt itt le kell engedni, hiszen koszos a víz, és nem szeretnénk a következő ruhákat koszos vízben mosni, úgyhogy azt mondhatjuk a színünknek, hogy ereszze le a vizet, és tegyen bele újat. És egyébként nem csak mosógéphez adhatunk virágot és kaját, hanem ehhez is, csak most a szimemnek nincsen semmi az eszköztárába, és ezért nem képes rá. Tehát az ételnek meg a virágnak az eszköztárban kell lenni ahhoz, hogy ezt megtehessük. És ez a kis lavor azért is nagyon jó még, mert a tipegők is tudnak benne pancsolni, és az is nagyon aranyos, sajnos most ebben a háztartásban nincsen tipegőm, úgyhogy ezt nem annyira tudom megmutatni nektek. És egyébként teljesen rátok van bízva, hogy az adott ruhát hol mossátok ki, illetve hol szárítjátok meg. Simán megtehetitek azt, hogy mosógépben mossátok, és a köteleken szárítjátok, illetve hogy a lavorban mossátok, és a szárítógépben szárítjátok, bár annak nem sok realitása van, hiszen hogyha már szárítógépe van az embernek, ami amúgy sokkal drágebb valószínűleg mint egy mosógép, akkor már mosógépe is van, valószínűleg a pri prioritások nem így szólnának. Viszont a mosás nem kötelező, és a játék nem bünteti a játékosokat azért, hogyha nem mosnak, hogyha nincsen olyan kis kosaratok, meg mosógépetek, meg ilyesmit, tehát nincs meg minden, amire szükségetek van. Mondjuk a szárítógép az lehet nem, nem feltétel akkor nem fogtok össze-vissza ruhákat hagyni mindenhol, és nem vagytok kötelesek mosni, szóval ne féljetek attól, hogy megvegyétek ezt a kiegészítőt, hogyha nagyon tetszenek a benne levő bútorok, hajak, ruhák, stb. Csak azért, mert úgy gondoljátok, hogy <laughs> frusztrációt okozna, hogy még a játékban is a mindennapi háztartásbeli feladatokkal kellene foglalkoznotok, úgyhogy egyáltalán nem ez a helyzet, a szímeknek nem lesz negatív hangulata, hogy már 20 ezer éve nem mostak és koszosak a ruháik, szóval nem ez a helyzet, egyszerűen csak ne vegyétek meg ezeket a dolgokat. Hogyha arra vagytok kíváncsiak, hogy lehet-e mosodát építeni, és van-e külön ilyen telek, azt kell, hogy mondjam, nincsen, nincsen ilyen telek választási opció, és közösségi telkeken amúgy sem funkcionál a mosás, tehát ha elviszük a szívünket mondjuk oda, és átöltöztetem, akkor nem fog szennyes termelődni, tehát már itt ezen a részen sem, mert kizárólag az aktív háztartás telkén van lehetőség ilyenre, és, illet és a vendégek sem fognak nektek szennyes termelni, ez gondolom egyértelmű. Ö, most egyelőre ennyi <laughs> jutott eszembe erről a staff és a gameplay funkciókról, Biztosan van valami, amit kihagytam, de nagyjából ennyi az átfogó információ, amire szükségetek van. Mindenki fe fedezze fel majd magának a játékában, és esetleg írjátok meg kommentben a többieknek, hogy mi az, amit kifelejtettem, hogyha tudtok valami ilyesmiről. Találkozunk a legközelebb videómban, Mi? <laughs> Találkozunk a legközelebbi videómba, de addig is legyetek jók. Sziasztok!